A pillanat, amikor Hatházi Ákos független országgyűlési képviselőt szinte szó szerint kidobták az MTVA épületéből, odabent Varjú László, a DK képviselője is dulakodott a biztonsági őrökkel. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint az ellenzéki politikusok agresszívan visszaéltek a hatalmukkal, amikor a stúdiókba bejutva szerették volna beolvastatni 5 pontos közleményüket. Az országgyűlési képviselői jogkör nem azt jelenti, hogy erőszakosan megzavarják egy közüzem működését. A Fidesz-KDNP vállalhatatlannak tartja, ami történt. Elfogadhatatlan, hogy politikusok erőszakkal akarnak beavatkozni egy szerkesztőség működésébe. Maguk állatok! Mit csinálnak? Hatházi Ákos egy rendőrlába előtt ért földet az épület előtt. Többször is segítséget kértek a rendőröktől, de azt mondják hiába. Megkérdeztük a rendőrséget, intézkedtek-e ma reggel óta az MTVA épületénél, de csak annyit írtak, hogy idézem, a rendőrség a hatályos jogszabályok szerint látja el feladatát. Ki ne verje a kezemből a telefon? Az állami média közleményben ítélte el az épületükbe behatoló országgyűlési képviselőket. Azt írták, hogy a képviselők viselkedése, fenyegető magatartása félelmet keltett a munkavállalóikban. Karsai Dániel alkotmányjogász szerint azonban a képviselők a munkájukat végezték, amikor bementek az épületbe. Tilos akadályozni bármilyen módon egy országgyűlési képviselő munkáját. Ezen belül bűncselekmény, hogyha bármilyen fenyegetéssel akadályozom az országgyűlési képviselő munkáját. Én nem vagyok ijedős fiú, de én úgy gondolom, hogy én is eléggé megijednék és akadályozva érezni magam, ha 4 ilyen markos legény elém áll, akár anélkül, hogy megérintene. Tehát nem, hogy megérinteni nem lehet, eljárni sem lehetett volna. Úristen, Úristen, Ákos! Az országgyűlési képviselők feljelentették a velük dulakodó biztonsági őröket, ahogy az MTVA is feljelentette a politikusokat. Az ENSZ migrációs paktuma ellen és mellett is tüntettek tegnap Brüsszelben. Ez ment épp az M1 műsorán, miközben épp Hatházi Ákost és Szél Bernadettet tuszkolták ki az épületből. A napok óta tartó demonstrációk egyikét sem közvetítette élőben a több mint 80 milliárd forintnyi közpénzből gazdálkodó állami média, ahogy nem volt élő közvetítés a tegnapi tüntetésről sem, ami épp a székházuk előtt zajlott. A Magyar Újságírók Országos Szövetsége szerint nincs rá elfogadható szakmai magyarázat, hogy a napok óta zajló kormányellenes demonstrációkról a csatorna tájékoztatási kötelezettségét súlyosan megsértve képtelen volt az esemény hírértékének megfelelő élő tartalmat sugározni. A MOLSZ-ről közleményt is kiadott, de ezt sem hozta le a Magyar Távirati Iroda.